Na sziasztok srácok, hát üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Meg fogjuk nézni most, hogy a biker bizniszben milyen változások történtek a Criminal Enterprises DLC megjelenésének köszönhetően. A CEO és a Nightclub bizniszeket már szemügyre vettük, most pedig nézzük meg egyrészt a motoros klubot, aztán majd a következő videóban a bunkert is, hiszen ezek még hátra vannak, de most az előbbivel fogjuk folytatni, úgyhogy nézzük, mi minden változott a biker bizniszben. Most mindenek előtt kezdjük a bárral. Mostantól, ha a motoros klubházban oda megyünk a bárpulthoz, találkozhatunk Cindyvel, a pultosunkkal, akitől kérhetünk egyrészt italt, nyilván ez a kevésbé fontos, másrészt viszont resupply küldetést is, ami annyit jelent, hogy egy gyors, rövid küldetés keretein belül fel tudjuk tölteni a bárnak a készleteit. Ezek a küldetések legtöbbször abból állnak, hogy el kell lopnunk egy járművet, amiben aztán a szaplikat le kell szállítanunk, néha követnek minket NPC-k, de akkor sem lesz olyan sokkal nehezebb a dolgunk a leszállítással, ami egyébként, hogyha sikerül, akkor játékbeli naponként, tehát 48 percenként kaphatunk 5000 dollárt, ami azt jelenti, hogy a biker bizniszben is lett egy napi bevételi forrásunk, hasonlóan a Nightclubhoz például, és egy ilyen resupply küldivel 4 napra elegendő cuccot tudunk leszállítani, azaz összesen 20000 dollárt kaphatunk érte. Ehhez csak meg kell várni, hogy elteljen az a 4x48 perc, azaz a 4 játékbeli nap. És egyébként fontos, hogy ameddig a 20000 dollár nem gyűlik össze, teljesen felesleges új küldetést indítani, inkább várjatok meg, ameddig a leszállított szápli elfogy. Ez amúgy akkor is megtörténik, hogyha offline vagytok, tehát érdemes ezt mindenképp kivárni, és utána indítsatok új resupply küldit, mert azzal megint az egész újra fel fog töltődni, szóval teljesen felesleges a 192 perc alatt újra száplizni. Ezt a napi 5000-et az irodátokban lévő kis táskában fogjátok megtalálni, aminek a férőhelye egyébként 100000 dollár, de ez bőven elég szerintem, mert ahhoz, hogy megteljen, gyakorlatilag 20 GTA Online beli nap kellene, ami azért nem kevés. Térjünk is rá a második új feature-re, ami nem más, mint a Custom Bike Shop, amelyet a Maze Bank Foreclosures oldalán kell megvásárolnunk, külön a motoros klubhoz. 530000 dollárba fog kerülni, de viszonylag gyorsan visszahozza majd az árát, tehát szerintem mindenképp megéri megvenni. Ezt úgy kell elképzelni, mint az autóshopos jármű leszállításokat, gyakorlatilag egy az egyben ugyanaz minden, csak nyilván itt motorokkal. Az ügyfelek ugyanúgy behozzák a motorokat, nekünk az ő kéréseik alapján fel kell azt tuningolnunk, majd leszállítani a megadott helyre, lehetőleg sérülésmentesen, mert akkor levonja a pénzt a sérülés mértékének függvényében. Ami egyébként, hogyha sikerül, akkor nem kevesebb, mint 50000 dollár üti a markunkat. Több motort is leszállítottam, és mindegyiket pontosan ennyit kaptam, úgyhogy azt gondolom, hogy mondhatom ezt, hogy 50000 szinte mindig a jutalom. De ez így teljesen rendben is van, szerintem pár perc alatt teljesíthető feladat, úgyhogy teljesen jó ez a fizetség. És miután sikeresen leszállítottunk egy motort, 48 percet kell várjunk, hogy egy újabb motort hozzanak be hozzánk a bike shopba, ami azt is jelenti, hogy 48 percenként lehet mostantól 50000 dollárt szerezni, ami tekintve azt, hogy alapvetően nem olyan drága egy clubhouse, teljesen jó pénz. És akkor lássuk a harmadik újdonságot is, ami nem más, mint hogy 2 vadonatúj motoros klub küldetés is bekerült, más néven MC Contract. Ez is nagyon hasonló az autósokban megszokottakhoz. Az első új küldetés a Life and Death Bikes, amiben el kell mennünk egy apartmanba, megtalálni egy kapcsolót, ami kinyit egy ajtót, benne egy lifttel, amivel aztán le tudunk menni egy újabb rejtett helyiségbe, ahol ott van a Death Bike motor, amelyet el kell lopnunk, és megölni vele az ellenségeket. Majd hogyha mindezzel megvagyunk, akkor eldönthetjük, hogy leszállítjuk vagy nem a motort a clubhouse-ba, és amennyiben arra megyünk, hogy igen, akkor még egy kevés bónuszpénzt is bezsebelhetünk pluszba, de egyébként olyan 74000 körüli összeget kapunk a küldetés után, ami tekintve a küldetés nehézségét nagyon is jó pénz. A második új küldetés pedig a Hit the Roof, amelyben egy tetőre kell elmennünk megtalálni az ott lévő konténerek valamelyikében lévő opresszort. Tapasztalataim alapján az ehhez szükséges vágóeszközt ebben a fehér konténerben tudjátok megszerezni szinte kivétel nélkül mindig, utána pedig át kell nézni őket, hogy melyikben lehet az opresszor. Érdemes a fent lévő kargobobra vigyázni, ezt jó tanácsként mondom, mert amint megtaláltátok a motort, azzal kell majd leszállítani a vevőnek, ami, hogyha sikeresen megtörténik, akkor nem kevesebb, mint 50000 dollárt tudtok szerezni, ami nyilván picit kevesebb az előzőnél, amit egyébként nem is igazán értek, mert hogy ez nehezebb is ez a küldi, legalábbis nekem az volt, mint az előző, de hát valamiért így lett kitalálva. Minden esetre ez minden, ami a DLC-vel érkezett és újdonságnak mondható a motoros bizniszben. Én nagyon remélem, hogy tudtam segíteni ezzel a videóval, amennyiben így van, kérlek dobj rá egy lájkot, és hogyha nem szeretnél lemaradni a jövőbeli DLC-s tartalmakról, akkor iratkozz fel. Én Dani voltam, köszi a figyelmet, sziasztok!